akkor most új Zsuzsiról egy szakmódszertani, micsodát fogunk hallani. Olyasmi, igen. Én is köszöntök mindenkit. Oltai Kata vagyok, művészettörténész alapvetően, de főleg kurátorként dolgoztam, szóval inkább a kiállítási gyakorlatból jövök, de az utóbbi, hát most már jó másfél évben, mióta ott hagytam a Ludwig Múzeumot, azóta inkább kutatás felé mentem. Többek között azért is, mert ugye még a kurátori tapasztalatból sejlett fel az a hiány, ami egy hazai hiány és lemaradás, hogy nem csak a közelmúltnak, vagy a 90-es éveknek, hanem hát ugye a 60-as, 70-es, 80-as éveknek sem születtek meg a nagy feldolgozásai, és nem csak a nagy feldolgozásai, hanem nagyon sok életmű maradt hát ilyen fehér foltként, hogy egy-egy munkát ismerünk tőlük, de hogy maga az életmű nincsen kikutatva. És azok az egy-egy munkák, egy-egy fotók forognak, ha forognak reprodukciókba, kiállításokon, viszont hogy mondjam, nem kerül kontextusba se a saját életművön belül, sem pedig nagyobb életművön belül. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert az utóbbi években már elindultak akár a kutatóba, akár amíg létezett jól működő intézményrendszer itthon, intézményi keretek között különböző nagyobb ívű kutatások, talán a 60-as évek az egyik legismertebb, és hála Isten, hogy az utóbbi hát egy évnek a hozadéka az, hogy privát kezdeményezésekre is, legyen ez galériás, illetve hát némileg ilyen amorf csoportosulásokba elindultak kutatások, korszakos kutatások és életmű kutatások is. Az új Zsuzsi életmű is egy ilyen hát különböző tulajdonképpen véletlenek folytán összeállt és lehetővé vált kutatás lett, aminek a vége ugye egy monográfia lett. Én úgy tudtam, hogy a galéria küld ide könyvet, de azt hiszem, hogy nincs meg, vagy nem tudom, vagy végül is nem küldtek. Ez a könyv ez idén júniusban jelent meg. Én akkor most körbeadom Bánál iskolás, de úgy tűnik, hogy nincs itt több. Tehát ennek a kutatásnak a vége egy monográfia lett, egy életmű katalógus lett, ami, mivel ez egy lezárt életmű, ugye 1985-től 91-ig fotózott Zsuzsi, ennek a 6 évnek a fotós termését maximálisan feldolgozza, úgyhogy ha csak nagyon nagy csoda nem történik, akkor nem fog előkerülni más, amit a Zsuzsi csinált, és ő mondjuk ne tudna róla. Ugye ez, én beugrottam most erre az előadásra, és amikor a Judit megkért múlt héten, hogy valamit találjak ki, amiről beszélek, akkor ugye adekvát volt, hogy én ezzel elég sokat foglalkoztam, és hogy egyrészt kertcsinálóként és kapacitáljak, mert vannak itt művészettörténészek is, illetve én azt gondolom, hogy a fotósok részéről is ez egy tanulságos dolog lehet. Sokkal inkább egy módszertani előadásra készültem, nem műelemzésre. Azt szeretném végigkövetni, vagy bemutatni nektek, hogy az a végeredmény, ami egy könyvben jön létre, az a Zsuzsi esetében hát nagyjából kronológikusan, vagy milyen főbb lépcsőfokok, vagy milyen események tették lehetővé, hogy a végén összeálljon egy ilyen könyv. Azt is fontosnak tartom elmondani, ezt a könyvet egy galéria adta ki, a Mission Art Galéria, aki most foglalkozik a Zsuzsival már egy jó másfél éve. Ők már régebben elkezdték a Zsuzsit kerülgetni, de akkor nem állt kötélnek, hogy foglalkozzanak vele. Ez egy fontos dolog, hogy egy magángaléria investál egy művészbe. Egy ilyen katalógusnak a megjelentetése mindennel együtt, az körülbelül 2 millió forint, és akkor nagyon alsó hangon számoltam, nagyon sok pénz, nagyon nagy investíció. Ebben nyilván benne van, ez egy kétnyelvű katalógus, a szerzői honorárium, a művész honorárium, a grafikusé, a fordítói, a lektori, rengeteg digitalizálás folyt, és ugye hát a nyomdaköltség. Úgyhogy az NK-tól 600 000 forintot kaptunk,
mindenki ismeri, hogy ilyen töredék összegekből nem lehet sem kutatás, sem katalógus létrehozni, de mégis tud működni, hála Isten. Tehát ezt a képet raktam a borítóra, mert azt gondolom, hogy ez az a kép, a Trónusos cím kép, 1986-ban fotózta Zsuzsi, ami legtöbbet, vagy ami az explicit új Zsuzsi kép, ez volt a legtöbbet reprodukálva, és a legtöbbet forgott kiállításokon. Mert itt ez a katalógus, ami a felütés, ami a jelenpont, ahonnan itt elkezdek beszélni, remélem, hogy valamennyire körbeér, sajnálom, hogy nincs itt több katalógus. És akkor mi is indította el, hogy egyáltalán módom volt, vagy találkoztam ezzel az életművel, és módom volt elkezdeni vele foglalkozni. Még a Ludwig Múzeum kurátora voltam 2009-ben, amikor a Gender Check kiállítás kapcsán a múzeum bekapcsolódott a magyar résznek a szervezésébe. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek ezt a kiállítást, ez a bécsi MUMOK rendezte, Bojana Pejics volt a főkurátora, és egyrészt egy korszakos jelentőségű kiállítás, ugyanakkor a munkamódszerét tekintve is egy nagyon fontos kiállítás. Ez a poszt-szovjet államok, tehát valamennyi egykori szovjet tagállamnak a genderrel kapcsolatos 60-as évektől kortárs periódisig tartó feldolgozását jelentette. Volt egy főkurátora, és minden egyes országnak volt egy meghívott alkurátora, aki ajánlatokat tett, egy nagyon bő válogatást, hiszen ugye minden országnak a szakmai ismerete az azért egy lokális ismerethez kapcsolódik. Na, a magyar résznek András Edit volt az ajánlója, a szakértője, és az ő bő válogatásában helyet kapott Új Zsuzsi is. Ez aztán egy többkörös szelekció ment át, míg aztán a főkurátor kiválasztotta, hogy mi az, ami az ő szempontjai szerint, mert ez egy nagyon intelligensen összerántott kiállítás volt, tehát nem meghagyta a nemzetállami, az újonnan kialakult, vagy korábban létezett nemzetállami kereteket, hanem egy eszméletlen szervező munkával, egy tematikus blokkokba sorolta azt, hogy milyen felütések voltak mondjuk az elmúlt 40 évben genderrel kapcsolatban ebben a régióban. Ez a Gender Check kiállításnak a katalógusa. Én akkor még nem ismertem a Zsuzsit, személyesen végképp nem ismertem, a munkáiból pedig, hát tulajdonképpen a Trónusos képen kívül még egy-két munka volt, ami forgott. Viszont találkoztam már a nevével, és azért emlékszem különösen, hogy ő megmaradt nekem. Én voltam a múzeumban, csak hogy értsétek, hogy miért kapcsolódott a Ludwig hozzá. Tehát kellett egy gyűjtőhely, ez a Ludwig Múzeum volt. Én intéztem az összes ilyen praktikus műtárgyszállítási, szerződési, összeszedés, becsomagolás és a katalógussal kapcsolatos képek összegyűjtése, pontos adategyeztetés. Ez egy elég nagy adminisztratív munka, de ez is egy fontos része a kurátori ténykedésnek. És akkor a Gender Check katalógusba reprodukálva lett, három fotója került ki a Zsuzsinak erre a kiállításra. Ezek még papírképek voltak, tehát befotóztam a katalógust, ahogy egy dupla oldalon helyet kapott, a Trónusos és a Szülős kép. Ami kiállítva volt, azok 9x13-as kis fekete-fehér papírképek voltak. Ez volt az a momentum, a Gender Check kiállítás, ami alapján elindult egy olyan hazai, és aztán, mint kiderült, nemzetközi érdeklődés, ami felkapta, vagy bemosta a Zsuzsinak a munkáit abba a hazai és nemzetközi szakmai köztudatba, ami eddig teljesen ignorálta, hiszen ugye 85-től 91-es periódisig beszélünk, sem az adott időszakban, sem később aztán abban a pár tematikus kiállításban, mint talán tudjátok, hogy 2000-ben volt ez mindeddig egyetlen összefoglaló nőművészeti kiállítás az Ernst Múzeumban, oda se került be, voltak több ilyen
hát csoportos kiállítások, főleg ami több galériát fogott össze, oda sem került be. Tehát teljesen lappangott ez a fotó is kiállítási viszonylatban, és 2009 volt az, ami kimozdította ebből. Kettő darab monográfia volt, amiben valamilyen módon abban az eltelt 25 évben felmerült a Zsuzsinak a munkája. Az egyik, ez egy nagyon jó szöveggyűjtemény és kiállítás is kapcsolódott hozzá, az erotika és szexualitás a magyar képzőművészetben. Ezt az akkor még létezett liga adta ki, amely hát szerintem a legizgalmasabban gondolkozó művészettörténészeket tömörítette akkor. A 90-es évek második feléről beszélünk, 99-ben adták ki ezt a könyvet, és Antal Istvánnak ez egy ilyen történeti összefoglalás volt, a 19. századtól egészen a kortársig volt blokkosítva az erotika és a szexus a hazai szcénában. Antal Istvánnak az elemzésébe kapott helyet a Zsuzsi, és egyetlen munkája, ez a tükrös öles kép került reprodukálásra. Másik monográfia, amiben az elmúlt 25 évben szerepelt, ez a Sturcz Jánosnak a heroikus ego lebontása, ez egy 2006-os könyv, mint látjátok, mellé raktam azt az oldalt, ahol reprodukálva van. Gyakorlatilag ugyanúgy azt a szülősképet látjátok, mint a Gender Checkből alul, illetve a tükrösöles sorozatból egy másik munkát, ami akkor még cím nélkül szerepelt, valamennyi egyébként még a Gender Checkben 2009-ben is cím nélkül szerepeltek. A Zsuzsi akkor sem adott címet nekik, nem is volt neki fontos, és hát ez is ugye nagyon megnehezíti az azonosítást, meg mondjuk egy életmű rekonstruálását, hogy sem címek, sem dátumok vonatkozásában is teljesen divers dolgok voltak, és hát ugye a méretek is, tehát fekete-fehér nagyításokon létezett, ilyen-olyan papírképeken, ahány alkalommal reprodukálva volt, mindig más jelent meg, tehát egy ilyen furcsa, bizarr, kaotikus pár kép rajzolódott ki, ahogy látjátok, egészen hát addig, amíg elindult a kutatás. És amiért mondtam, és amiért fontosnak tartom, és amiért a Gender Check-kel kezdtem ezt a bevezetőt, hogy gyakorlatilag 10-ből 8-szor vagy 9-szer az az elindítója a hazai kutatásoknak, életmű kutatásoknak, hogy egy nemzetközi kiállításba beválogatják egy itthoni alkotónak a munkáját, és ez az olyan lendületet, hogy valamiért izgalmas lesz, valamiért bekerül a köztudatba, valaki elkezd vele foglalkozni, és abból születik akár egy könyv, akár egy kiállítás, vagy a optimális esetben a kettő együtt. Tehát valamiért nyilván, hogy sok összetevője van ennek, de valamiért ez mindig így történik, hogy amint kvázi kanonizálja egy nemzetközi tekintély, attól lesz érdekes, vagy izgalmas, vagy méltó arra, hogy a hazai közeg foglalkozzon vele mélységében. A 2009-es bécsi kiállításon látta meg a Tét Modern kurátora, és ez alapján hívta meg 2012-ben a Zsuzsinak ezt a trónusos munkáját, arra a kiállításra, aminek itt látjátok a címét. Ez a Bigger Splash, ugye a Tét egyik David Hockney képének a címére utal, és azzal foglalkozott a kiállítás, hogy a 60-as évektől kezdve egészen napjainkig milyen viszonyban volt egymással a performance művészet és a festészet. Oda-vissza hatásokról beszélünk, egy régiós áttekintés is van benne, de alapvetően azért a nyugat-európai közegre koncentrált. Azt el lehet mondani, hogy azért a régiós válogatása ennek a kiállításnak az nagy mértékben a Gender Check kiállításból merített. És itt megint arra utalnék, hogy mennyire fontos az, hogy a mondjuk a nyugati vezető intézmények kurátorai hogy figyelnek egymásra, ha bekerül egy kép reprodukcióként egy katalógusba, mert ugye nem adekvát, hogy egy kiállítási katalógusban minden
kiállított munka szerepel reprodukálva, ez katalógus függő. Az, hogy a Zsuzsinak ez a képe bekerült, ez minden bizonnyal nagyban hozzájárult, aztán ez, amikor kint voltam, akkor ezt meg is erősítette Katrin. Nagyban hozzájárult, hogy ő amikor elővette, akkor eszébe jutott, hogy volt kint, ki mellett volt kint, és egyébként Londonban is ugyanamellett a lengyel művésznő mellett volt installálva. Ez egy nagyon... Hát ez egy nagyon nagy lépés volt, az ugye egy 5 hónapos egyeztetés volt nekem, amíg végül is letárgyaltuk azt, megint András Editen keresztül, aki nekem személyesen is fontos, meg nagyon sokban irányított, és a mai napig mentorom, hogy ez a kép, hogy a Zsuzsi munkája az Londonban szerepeljen ezen a kiállításon. Előtte csak Maurer Dórának szerepelt képe a Tétmodernben. Lábjegyzetben jegyzem meg, hogy azért a Dóra műve, vagy életműve az egy ugye feldolgozott és nagyon jól kommunikált életmű, ahhoz képest a Zsuzsi egyáltalán nem, és mondjuk ilyen típusú mérlegelés például nem is került szóba a londoni szelekció kapcsán, hogy ki ő, mi a mélysége, mennyit tudni róla, milyen munkák vannak még. Én akkor már viszonylag előre haladott állapotban voltam a katalógussal, és akkor elküldtem nekik, hogy mi minden van még. De nagyon érdekes, hogy még nálunk ez nagyon sokszor szempont, hogy ugye egy munka nem lehet olyan erős önmagában, hogy hogy attól mondjuk bekerül egy kiállítási válogatásba. Például mondjuk egy ilyen szintű és súlyú intézménynél ez fel sem merül. Tehát fel sem merült, hogy ki az új Zsuzsi, és hogy egyáltalán ki ő a magyar közegben. Ez volt a meghívó. Még egyszer 2012-ben nyílt ez a kiállítás, akkor kint voltunk többen, nem lehetett sajnos fotózni. Itt látjátok mellette a lengyel, nem fog eszembe jutni sajnos a neve. Egy nagyon helyes, egy idős egyébként a Zsuzsival, és körülbelül egyszerre születtek a munkái is. És amint látjátok, és később utalni fogok erre, míg a gendercsekken kis papírkép volt kint, ez egy nagyméretű 100x70-es nagyítás, mivel a 2009 és 2012 között eltelt időszakban oda jutottunk a kutatásban, hogy bizony előkerültek azok az eredeti nagyítások, még dokubrón papírra nagyított képek, amiket 1987-ben még a Zsuzsi a kollégáival, barátaival készített a Liget Galériás kiállításra. Tehát itt már történt egy ugrás. Ez a kiállítás katalógus, egyébként ezt is elhoztam, szívesen körbeadom, ez a tétes kiállításnak a katalógusa. Megint nem győzöm hangsúlyozni, hogy milyen fontos, hogy egy kiállítási katalógusba reprodukálnak egy munkát. Ebbe is bekerült a Zsuzsinak ez a trónusos képe. Hát ez egy nagyon fontos mérföldkő, ami aztán lehetővé tette azt, hogy egy kis katalógus után a galéria rászánja magát arra, hogy investál abba, hogy elkészüljön egy nagy katalógus és egy nagy monográfia, és rászánhassak 8 hónapot arra, hogy amit lehet, végigjárjak a privát archívumoktól kezdve, amennyire lehet közgyűjteményekig, végignézve a szaksajtót is. Ugye nyilván a kutatásnak vannak nagyon különböző fázisai, vannak elsődleges források, másodlagos források, és mondjuk egy olyan szereplőnél, aki egyáltalán nem volt a köztudatban, és ugye nem is számított fotóművésznek, tulajdonképpen bármi előkerülhet. Aztán kiderült, hogy végignézve ugye az például a szaksajtót, ugye a korabeli szaksajtót, hát nyilván, hogy semmi új nem derült ki, hiszen persze. Nem csak itt felmerültem, hogy nem az első leges forrás, Igen, az következik majd, az elsődleges forrás az az, én most
Viszont azzal is nagyon csínyán kell bánni. Tehát ha te abból indulsz ki, hogy egy művész mire emlékszik, az egy nagyon szelektív dolog. A másik, ami nagyon fontos, és ez is egyébként egy kutatói attitűd, és ebben nagyon különböző elképzelések vannak. Van, aki azt gondolja, hogy egyáltalán nem jó, hogy ha te nagyon közel kerülsz a témáthoz, még személyében is. Én mást hiszek, meg én mást látok működőképesnek. Az, hogy például mondjuk akár a Zsuzsi esetében, aki mondjuk nem tartozott a fotós közegbe, nem is használta úgy a fotót tudatosan, mint egy fotóművész, vagy egy fotográfus, nem szisztematizálta a munkáit, nem adott címeket, nem tudsz arra hagyatkozni, hogy ő adott esetben mit tartott fontosnak, hiszen nyilván teljesen más szempontjai voltak, és neked, mint kutatónak, mit kell, hogy megérezzél, amire még rá tudsz kérdezni, ami még előkerülhet, és ahogy itt majd próbálok kitérni a továbbiakban, bizony koncentrikusan egyre több minden jött fel, amiről adott esetben egy művész vagy egy alkotó azt gondolja, hogy ez nem is fontos, mert hogy ez vagy ő nem tartja fontosnak, vagy nem tartja fontosnak, mint fotó, vagy mint dokumentum. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon hosszú és egy ilyen több bizalmi körös játék, míg oda jutsz valakivel, hogy megmutat egy csomó mindent, ami adott esetben lehet, hogy intim, lehet, hogy személyes, lehet, hogy nem is tartja fontosnak, meg én ezt kell, hogy mondjam. Tehát ez megint egy második nemzetközi ráerősítés segített hozzá ahhoz, hogy investáljon a galéria, illetve ez megint egy hazai, és ez egy fontos szempont, egy hazai jelenség. Annak hatására, hogy Londonban ki lett állítva Zsuzsinak munkája, a közgyűjtemények és a magángyűjtők is elkezdtek érdeklődni, elkezdtek vásárolni. Két közgyűjteménybe kerültek az elmúlt egy évben munkái. Három fotóját vette meg a Pécsi Képtár, és a Ludwig Múzeum is három munkáját vette meg, illetve 8 fotó került magángyűjteménybe. És hogy ezek a vásárlások megtörténtek, annak a nemzetközi kiállítások hát adtak egy nagy inputot. Ez a kedvenc képem, ezt azért tettem be, én ezt akartam a borítóra, Zsuzsi is ezt akarta, de a fiúk leszavaztak minket. Mit lehetett tudni? Tehát honnan lehet elindulni, amikor ott állsz, hogy mondjuk azok a szokásos vagy a szokásos eszközöknek a nagy része az nem fog valószínűleg működni, mint kutatási terepek. Miből tudsz kiindulni? Ugye az első az, mint elsődleges források, megpróbálod feltérképezni, hogy mi az, ami biztos. A biztos az, hogy van a Zsuzsi, aki él, aki interjúzható. Ez egy nagyon fontos dolog. Kik voltak azok, akik körülötte voltak? Hála Istennek, hogy sokan voltak körülötte, de még azért pont behatárolható mennyiségben, akik profi fotósok voltak, akik segítették az ő munkáját, illetve nagyon jól dokumentálták ezt a 6 évet is. Illetve van 3 kiállítás, ami egyéni kiállítása volt. Az első kiállítás és a második kiállítás, mind a kettő a Liget galériában, illetve hát nyilván az utolsót, azt most ide írtam, az a kutatás szempontjából nem fontos, mert azt már mi csináltuk, de hogy egy két kiállításos művészről beszélünk, 2 egyéni kiállítása volt. Tehát mondjuk az első szempont az, hogy az ember megvizsgálja azt, hogy mit tud elérni, ami alapján rekonstruálni tudja ennek a 2 kiállításnak az anyagát. Mert az biztos, hogy kint volt a falon, az biztos, hogy valamilyen módon létező és lenagyított fotó volt. Először az a pár ember, akivel mindenki, aki ezt a korszakot végigkísérte, és mindenképp fontos, hogy meghallgasd őket is interjúztasd, és egy nagyon fontos módszertani dolog, én legalábbis ezt nagyon jól működőnek
tartom, hogy kell egy első beszélgetés, amikor még te is alig tudsz valamit, amikor még nem is tudod az igazán adekvát kérdéseket feltenni, mert akkor lesz a legkevésbé irányított az interjú, akkor lesz a legkevésbé irányított a beszélgetés, és adott esetben olyan dolgokat is előhozhat a másikból, hiszen ő többet fog beszélni az interjú alanyod, amit, hogyha már te egy előzetes tudással rendelkeznél, és konkrétan kérdeznél rá dolgokra, lehet, hogy elsiklik. Én általában három körbe szoktam interjúzni, három fázisba szereplőkkel, mert ahogy neked is szűkül a cső, úgy tudsz meg aztán egy sor dolgot, ami aztán neked fontos a kutatás előhaladtával. Viszont az elején egy csomó minden olyan dolog kerülhet fel véletlenül, amit adott esetben nem is jutna eszedbe megkérdezni. Ebben a korszakban a Zsuzsinak az egyik legfontosabb társa, élettársa is volt, és szakmai partnere, az Halas István volt, akit itt látok a fotón, ő is fotográfus egyébként. Ezetes tag egyébként. Miért nem 36 év, vagy hány a korosztály határnálatok? De lehet. Nem most, akkor. Ja, jó. Illetve elhoztam ezt a fotót is, ezen a bal szélen Halas Istvánt látjátok, illetve a jobb szélen pedig Várnak Tibort, aki a Liget Galériának a vezetője. Szia, Zsolti! Zsolti csinált egyébként a katalógust, együtt dolgoztunk rajta. Tehát Várnak Tibor, aki a Liget Galériának a vezetője, aki szintén fotós is, képzőművész, illetve ő volt az, aki tulajdonképpen kezdetektől fogva bíztatta a Zsuzsit a fotózásra, illetve a kiállításra is. Én a Tibornak ezt a fajta a mai napig nagyon-nagyon laza, karizmatikus attitűdjét nagyon szeretem. Ő úgy válogatta be a Zsuzsinak a munkáit, fotóit, úgyhogy előtte nem is csinált semmit, és vegyítette össze olyanokkal, mint mondjuk Vettő János, akinek akkor is már azért nagy súlya volt, olyan könnyedséggel, ami azt gondolom, hogy még egy akkori gyakorlatban is nagyon különleges, ma meg szinte elképzelhetetlen, ha belegondoltok. Tehát olyan valahogy fosztilizálódott tekintélyelvűség van, hogy én nem is nagyon tudok a hazai kiállítási gyakorlatban ilyenfajta jól működő, ösztönszerű összeválogatást, már nevesebb, vagy kiforrottabb, vagy valamifajta életművel rendelkező, és 20 éves, nem tudom, addig csak verseket írogató, egy kölcsön fényképezőgéppen magát fotózgató fiatal nőtől. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas időszak volt a 80-as éve, és nyilván Cseh Tamást, illetve hogy hívják ezt a színésznőt, őt felismeritek, ez inkább csak egy ilyen kordokumentum. Hogy hívják ezt a színésznőt? Szirtesági, igen. Tehát, hogy akkor milyen fajta fluktuáció volt, vagy milyen szellemi közeg. Illetve, aki még a kutatás meg a könyv szempontjából fontos volt, itt a bal szélen álló fiatalember, ő egy amerikai galerista igazából, a John P. Jacob, aki járt a régióba, már akkor is, a 80-as évek végén, 90-es évek elején, nagyon jó szakmai kapcsolatot ápolt a Liget Galériával, és kihívta kiállítani a Zsuzsiékat is, Halast, Várnagyot Amerikába, Houstonba, illetve New Yorkba is kerültek munkák, ami azért is fontos, mert 6 képe kimaradt a Zsuzsinak Amerikába, és csak idén jöttek vissza, idén kerültek vissza. Tehát volt ez a két kiállítás, amit biztosan tudtam, hogy volt, és hála Isten, mivel a Várnagy Tibor rendkívül jól archivált már akkor is mindent, ahogy teszi ezt most is, ennek óriási jelentősége van, és olyan eszméletlen privát archívumok vannak feldolgozatlanul, kihasználatlanul, és fognak elveszni, hogy én még azt mondanám a fotósoknak is, hogy ez egy nagyon izgalmas terep, és nagyon
óriási potenciál van benne, hogy üljetek le, beszéljetek, próbáljátok meg ezeket előszedetni, és publikálni, mert nagyon sok fehér folt van, amit be kell tömni. Ez volt az első kiállítás, a 87-es első kiállításnak a plakátja, és szerencsére előkerültek olyan dokumentációk a Tibor jóvoltából, amiből el lehetett kezdeni arra következtetni, vagy azon gondolkozni, hogy maguknak, ezeknek a munkáknak, amiket ugye így beszkennelve és csak digitálisan láttunk addig, meg ugye voltak papírkép nagyítások, hogy mi is volt a 87-es eredeti mérete, valója, fizikai jelene, mert itt is volt több hezitálás, akár a Zsuzsi részéről, hogy milyen méret volt, hogy csinálták, ki csinálták, a Tibor részéről mondjuk még ez volt a legjobban, vagy a legtisztább kép. De nagyon fontos, megint visszautalva arra, hogy neked, mint kutatónak nem szabad egy az egybe hagyatkozni arra, hogy mondjuk ez a fajta emlékezet, ami 25 év távlatában vagy működik, vagy nem, az mennyire biztos. Viszont, hogyha vannak ilyen korabeli dokumentációk, ez a kiállítás megnyitó, ami egy ilyen zenei performanszal működött, akkor el tudsz kezdeni meséltetni, beszéltetni például egy művészt. És aztán kiderült az, hogy ez a 6 kép, ami ki volt állítva, amiről mindannyian úgy tudtuk, ők is úgy emlékeztek, hogy 6 kép volt kiállítva, hogy dokubrómra nagyították, hogy az tulajdonképpen hogy is működött, és hogy azok mekkorák voltak, mert akkor még nem láttuk őket a fizikai valójukba. És aztán ahogy elkezdtek mesélni, itt talán jobban látszik majd, amire utalni akarok, itt majd visszaugrok mindjárt oda, hogy dolgoztak például, hogy milyen házi készítésű kádban merítettek, hogy raktak össze ilyen-olyan tégelyeket, meg vájukat, és hogy dolgoztak otthon egymás között, egymásnak segítve, és aztán milyen baleset történt a kiállítás megnyitót követően, ahogy látjátok itt, ez is aztán egy második körbe derült ki, hogy egyszerűen elengedtek a papírok, és aztán a második napon újra kellett installálni az egészet, és ahogy látjátok, ezek a virágládákkal vannak kifeszítve és újra szilárdítva, ami megint egy ilyen nagyon fontos adalék, ami adott esetben egy olyan dolog indíthat el, vagy az indíthatja el az emlékezést, hogy például ilyen fényképek előkerülnek. Aztán kiderült az, hogy nem csak ez a 6 kép volt lenagyítva a kiállításra, hanem hogy tulajdonképpen készült sokkal több fotó, amit akkor a Zsuzsi nem akart kiállítani, de hogy azért mégis valamennyire érzékeltetni akarták, és akkor csináltak egy ilyen montást üveg mögé, azokból a kis fotókból és papírképekből, amiket ott láttok, és hogy azok is ki voltak rakva, és akkor hol vannak ezek a képek, és ezek milyen képek, és ugye egy ilyen fotó nagyon izgalmassá válik, hogy kiveszel egy csomó olyan fotót, amit addig még soha nem láttál, tehát semmilyen módon nem találkoztál vele, sem papírkép formájában, sem reprodukcióban, hogy ezek hol vannak, hogy ezeket hol lehet utolérni, hiszen ha itt megvolt, akkor minden bizonnyal, ha nem is a papírkép, de a negatívnak valahol léteznie kell. És akkor mondjuk, ha egy nagyon tisztes, alapos kutató vagy, én igyekszem az lenni, nem mindig sikerül, de például az egy fontos módja lehet, hogy elkezded megpróbálni beazonosítatni, és valamilyen módon szisztematizálni a művésszel, hogy mik voltak azok a képek. Ugye az elején mondtam, hogy úgy kezdtünk el dolgozni, hogy minden cím nélküli. Hát így nem lehet ugye szisztematizálni egy életművet, hogy semminek nincs címe, és évszámokra is nagyon kevéssé emlékszünk.
A másik nagy segítség volt az első anyagnak a felgöngyölítésében, hogy készült egy szamizdat kiadványa a kiállításhoz. Ugye Zsuzsi az elsősorban dalokat írt, és a mai napig úgy ismerik inkább, és ő énekel, és dalszerző, és költő, és ő akkor is, amikor ez 24-28 éves volt, akkor ő elsősorban írt és szerzett. És ez a 87-es kiállításhoz készült egy ilyen pár darabos füzetke, amit a Tiborék szamizdatba nyomtak ki, ami az ő dalszövegeit, meg az akkori fotóit tartalmazta, egy válogatást abból, és szerencsére hát nyilván ez a füzet megvolt, tehát ebből megint kiderültek bizonyos képek, amiket ugye még sosem láttunk, hogy ezek hol lehetnek. És ugye van egy olyan dátum, ez egy 87-es kiállítás, tehát biztos, hogy 87 előtt születtek. Az egész füzetet nem tettem be, inkább jelzésértékű vagy fontos, hogy például, ami ennél az életműnél, mert ugye 6 évről van szó, tehát nagyon könnyű össze-vissza csúszkálni abban, hogy pontosan most 86, vagy 87, vagy 91, tehát hogy ez nagyon közel vannak ebbe, és mondjuk 25 év távlatába visszaemlékezni. Az utolsó percig, ugye Zsolti, ott hezitáltunk bizonyos képeknél, hogy akkor most ez 88 vagy 89, és adott esetben pont olyan kiállítási interiőr fotók segítenek abba, és ez több esetben nálunk így bizonyosodott be, hogy mégsem akkor születhetett annak ellenére, hogy a művész úgy emlékezett, hogy egy kiállításon előtte már szerepelt. Mindig rossz gombot nyomok. Ez egy csoportos kiállítás, 88-as, egy másik fontos munkája, túl azon a magon, ami az első kiállításnak az anyaga volt, és amennyire be tudtátok azonosítani, azok a képek, amiket az elején reprodukcióba vetítettem, hogy mondjuk a közelmúlt szakirodalma foglalkozott vele, azok mind ebből az első anyagból kerültek ki, ami az első kiállítás anyaga volt. Utána következő majdnem 5 évnek az anyaga, az szinte teljesen lappangolt, abból szinte egyetlen egyet sem volt ismert, egyetlen egy sem volt reprodukálva, jegyzem meg úgy, hogy Várnagy Tibornál minden ilyen típusú dokumentáció egyébként megvolt, tehát egyébként kéznél lett volna. Például ennek a 88-as kiállításnak az interiőr fotói is, ez is a Liget galériában van, a Zsuzsi áll az Öcsis című munkája mellett. Ezt azért tartottam fontosnak berakni, később még lesz szó róla, mert ez is egy olyan munka, ami fennmaradt, ami eredeti nagyításban megmaradt, ez egyébként most már a Ludwig Múzeumnak a tulajdona. Itt egy, amikor az említett John P. Jacobnak a meghívására Amerikába mentek, hárman kiállítani, és ugye megint azért nagyon jó egy ilyen fotó, mert ott a háttérben az a Zsuzsinak három munkája, ami nem csak azért, tehát datálhatóság szempontjából könnyíti meg azt, hogy foglalkozzunk vele, hanem hogy eredetileg hogy létezett ez három különböző képként, mert ahogy aztán mi elkezdtünk vele foglalkozni, ez egy képbe lett tömörítve. Itt viszont egyértelműen látszik az installáláson, hogy ez eredetileg 91-ben külön működött. És ez is ugyanaz az amerikai útról egy interiőr fotó. Ez volt az a fotó, ami alapján azonosítani tudtuk, hogy mi az a 6 kép, ami még Amerikában van, és amit aztán visszaküldtek, és a középen látható trónusos verziót vette meg végül a Ludwig Múzeum, tehát hogy egyáltalán ezek a munkák még léteznek, ha nem is itthon, de külföldön, és hogy melyek azok a munkák. Itt megint ez a legutolsó Liget galériás utolsó kiállítása, az utolsó kiállítás volt a második kiállítás, szintén az installáció azért fontos, mert ez az a 4 képe, a körös képek, amik szintén megmaradtak, mint eredeti munkák. Egyébként ez
nagyon nehéz a szóhasználatot is eltalálni, nem csak azért, mert bár lehet, hogy lenne itt olyan, aki vitatkozik velem, sajnos a, pont azért, mert nagyon kevés monográfia születik, nincsen egy egységes szóhasználata a, hát igen, tehát a fotós feldolgozásban nincsen egy kanonizált egységes szóhasználat, gyakorlatilag nagyon nehéz követni, és igazából egy-egy tekintélyt tud mindenki kiszúrni magának, és azt tudja valamennyire hát rendszerben követni, de sajnos paralel rendszerek működnek, paralel megjelölések működnek, ez nagyon nehézé teszi azt, hogy, hogy adott esetben technikákat, hordozókat, vagy még a szériákat is egységesíteni és kezelni tudjuk, vagy viszonyítani egymáshoz. Ezt azért tartottam fontosnak még berakni, mert ezek a munkák is eredetiben megmaradtak, és ugye ha eredetit használok, az tulajdonképpen nem helyes, mert azt kellene mondanom, hogy régi nagyítás, és nem új nagyítás. Ugyanakkor meg az eredeti, ami egy ilyen történetileg nagyon terhelt kategória, az az általános hát szóhasználat sajnos. Még egy ilyen installációs képet beraktam, ahol szintén több munkája látható. Ez egy Eke kiállítás volt, 91-ben Kaposváron, azt hiszem. Abban segít, hogy ha egyszer majd oda jut a kutatás, és ez főleg akkor lesz fontos, hogyha intézményi közegbe kerülnek, és még több, egyébként sokkal több dokumentációra lenne fontos, és sokkal nagyobb kutatásra, hogy egyes képeknek a provenienciáját, vagy az adott kiállítási listáját az ember összerakja, az csak ilyen fotók alapján működik, hogy azonosítani tudod, hogy valóban kint volt a falon, valóban szerepelt azon a kiállításon. Tehát ott voltam ebbe a fázisba, hogy van egy ilyen, hogy van ugye egy szóbeli forrásanyagom, amikor meséltettem az adott szereplőket, akik megélték, akik ott voltak, akik sok mindent elmondanak. Van egy sor dokumentumfotóm, és van egy sor régi nagyításom, viszont ugye, ahogy mondtam nektek, meg mutattam a képeken, kiderült, hogy van egy csomó hát kvázi lappangó fotó, amiről hát nem tudtuk, hogy hol lehet. A Zsuzsi sem tudta feltétlen, nem emlékezett rá. Volt férje, aztán volt szeretője, aztán megint férje, sok költözés. Tehát, hogy ezek a munkák, vagy adott esetben negatívok, azok nagyon könnyen szétszoródhatnak. Az ő esetében, akit az előbb már említettem, a Halas Istvánál, aki nagyon sokban segített őt praktikus szempontból is, illetve ugye élettársa is volt, ő nagyon sok negatívot megőrzött. Tehát adekvát volt, hogy azt az anyagot, ami a Halasnál megvan, mint negatív gyűjtemény, azt valamilyen módon hát egy teljességnek feltételezzük. Aztán kiderült, hogy az is valamilyen módon szelektálva lett, és pont azért utaltam erre a többkörös interjúzásra, az egy viszonylag érett fázisában jön elő egy ilyen munkánál, hogy mondjuk például egy művész, még hogyha olyan közvetlen is, és köztünk tényleg egy nagyon jó barátság lett a Zsuzsival, mondjuk beenged a lakásába, és elkezdi, vagy lesz kedve például neki is szétpakolni olyan régi dolgokat, ládákat, dobozokat, mappákat, mert azért ez egyrészt idő, másrészt energia, sokan nem szívesen csinálják, és ahogy szintén már korábban utaltam rá, nem is gondolja feltétlenül, hogy fontos, vagy ő ennek jelentőséget tulajdonít. De aztán, ahogy elkezdtünk szétpakolni egy sor dolgot, előkerültek ilyen kontaktfotók, amik ugye negatív csíkoknak a, hát tulajdonképpen egymás mellé tett nagyítása, ami egyszerűen olyan döbbenetes mennyiségben került elő nála, hogy
és mellettük ugye ilyen kis tasakokban ott voltak a negatív csíkok, hogy az derült ki, hogy gyakorlatilag ezek alatt a sokszor 2-3 napos fotózási periódusok alatt ő rengeteg képet csinált, csak mindig egyet választott ki, vagy maximum 2, amit ő jónak talált, és a többit azt elásta, és tulajdonképpen nem is gondolta, hogy fontos lehet. Ebből az lett, hogy egy több mint 500 darabos életmű kerekedett ki, ha ezt így tekintjük. Én úgy tekintem, és úgy használom az életművet, hogy valamennyi elkészült munka válogatás nélkül. Most, ha belegondoltok abba, hogy korábban ugye úgy kezdtem el, hogy gyakorlatilag 3 fotó forgott 25 éven keresztül, 3 kép, aztán kirajzolódott, hogy hát tulajdonképpen 6 lett kiállítva, és ahhoz képest, hát nem is tudom ez mikor, ez tavaly ilyen tavaly október tája lehetett, ott találtuk magunkat, hogy van egy körülbelül 500 darabos életmű, aminek a nagy része soha nem lett lenagyítva, és gyakorlatilag negatívon létezik, tehát mi is úgy kezdtük el nézegetni, hogy vajon mi lehet rajta. Illetve előkerült számos ilyen-olyan méretű nagyítás is, amik már papíron voltak, teljesen random módon, viszont hihetetlen nagy számban. Itt elhoztam egy párat, amikor elkezdtem és megpróbáltam sorba rakni, vagy legalábbis valamilyen módon vizualizálni magam számára, mert azért nem olyan könnyű negatívokkal dolgozni például, pláne hogyha látjátok, majd itt később lesz, tehát ilyen típusú munkák, ami ugye nagyon, nagyon sokféle, és nem is mind nagyítás. Tehát ha mondjuk ezt nézitek, akkor ha az eredeti negatívot nézem, hát elég nehezen tudok megkülönböztetni, és ugye itt az a feladat, hogy valamilyen módon megkülönböztessem, és például címet adjunk neki. Hát itt sokszor csak hajtincset, meg éppen csak egy kézmozdulat különbözött. Szóval volt egy pont, ahol úgy gondoltuk, hogy ez egyszerűen kezelhetetlenül sok ilyen mennyiségbe, és akkor következett az, hogy valamennyit digitalizálni kell. Ez egy nagyon költséges munka, nagyon hát finomra hangolása is a feladatnak, hiszen ha már a digitalizálva lesznek negatívok, akkor azt olyan minőségbe kell csinálni, hogy ez később reprodukálható legyen. Ez meg is történt, és a következő fázis, és ezt, amik például ennél, amik abszolút úgy kerültek elő, egy egész hatalmas sorozat, ez a tükrös sorozat, nem tudom, hol tart a könyv, de elég sokat beraktam nagyban is. Tehát az a fázis következett, hogy egyszerűen láthatóvá vált, ugye digitálisan nagyíthatóvá vált, láthatóvá vált egy jó 500 darabos életmű, amiből az volt a feladat, hogy akkor itt van az a pillanat, a művész, és ez kizárólag egyébként, bár ezt közösen némileg megvitatva végeztük, és ez mondjuk tényleg ennek a munkának, vagy ennek a társaságnak, akik így együtt dolgoztak, a jó szellemiségét mutatja, hogy tényleg volt egy ilyen közös és együtt gondolkodás, de alapvetően ez ebben a fázisban az alkotó feladata, hogy elkezdje szelektálni azt, hogy mi az, amit ebből az óriási mennyiségből ő is fontosnak tart, és mi az, amit ki lehet hagyni. Ez egy hatalmas feladat volt, de végül is lecsökkent kevesebb, mint a felére, hiszen tényleg azok a nüansznyi különbségeknél indokolatlan, hogy minden bent maradjon. És akkor jött egy következő, illetve ez már egy jelenlévő probléma volt, érzékeltük, hogy ez van, viszont nem tudtuk addig nagyon kezelni, így úgy ilyen-olyan terminológiával kezeltük. Ez megint egy korszakos jelenség, hogy azzal, hogy a negatívokat forgatták, lágyabb, meg keményebb fotók jöttek létre. Tehát ugyanarról a negatívról lehetett sokkal
sokkal keményebb és sokkal lágyabb fotót is létrehozni, attól függően, hogy hogy forgatták. Ezt megint valahogy meg kell különböztetned. Külön képnek kezeled, hiszen ugyanarról a negatívról készült, viszont maga az eredmény, ez teljesen más hatású képet eredményez. Ez megint egy, ha tetszik, akkor egy szakmai dilemma, hogy ezt akkor például hogyan nevesíted. Erre sincsenek receptek sajnos, vagy nincsen bevett terminológia. Ugyanakkor nagyon fontos, és hát gyakorlatilag a szem kifolyatásnak a legjobb módja, hogy aztán ilyen verziókat sokszor volt 3-4 árnyalat is, megkülönböztessél, és sokszor már aztán maga a Zsuzsi se tudta, hogy most melyiket nézzük, vagy melyikből készült. Egyébként ez sokszor szórakoztató is volt, nyomdába adás előtt annyira nem, de aztán kialakult az, és ez egy döntés kérdése volt, hogy valamennyi hát árnyalatot, nevezzük úgy, keménységi fokot, ezt külön munkának vesszük. Ez fontos, a 80-as évekről beszélünk, a fénymásoló időszaka, fénymásoltak is sokszor képeket. Ez azt gondolom, hogy egyre többször fog előjönni, ha ezt a korszakot kutatja, vagy figyeli valaki. Aztán ugye az is kérdés, és én ezt, ez megint egy szemléletmódbeli, vagy egy felfogásmódbeli különbség. Énként szólj Péter, hogyha nagyon túlnyúlok, nem tudom, meddig beszéltek, hogy én azt gondolom, vagy én abban a szellemi iskolában nevelkedtem művészettörténészként, hogy ez a fajta formalista megközelítés, ahol kimondottan csak arról beszélsz, hogy egyes képek azok mondjuk a művészet történeten belül, és kimondottan formalista szempontokon belül hol helyezkednek el, vagy hogy értelmeztük, vagy kire hasonlít, vagy kire nem hasonlít, az egy kevésbé termékeny szempont. Sokkal izgalmasabb és sokkal termékenyebb az, hogyha olyan eszközöket adsz az olvasó, vagy a következő megközelítő kezébe, amitől mondjuk a keletkezésnek a kontextusát, vagy az életrajzi elemeknek a feltérképezésével valami fajta megvilágítását adott csak a dolognak, az pusztán egy értelmezési segéd lett ahhoz, hogy akár te, akár más valamilyen módon közeledjen hozzá. Ennek mondjuk az egyik módja az, hogy a könyvbe is bekerült egy ugyan eléggé megrövidített, de egy nagyon komoly mély interjú, ami egymás mellé teszi azt, hogy bizonyos életrajzi momentumok adott esetben hogy vezettek ahhoz, hogy valaki mondjuk fotóhoz nyúljon, mint a Zsuzsi, aki soha nem nyúlt fotóhoz, vagy miért pont azt fotózza, és miért pont olyan képeket hoz létre, ami mondjuk a magyar fotótörténetben is egyedülálló, mert hogy hasonlókat sem láthatott. Ez egyébként a csepeli lakásuk, ahol ő fotózott, akkor itt éltek, és ennek a lakásnak egy sarkát ürítette ki mindig a fotózáshoz, és azt neutralizálta így vagy úgy lepedővel, vagy fóliákkal, és ez az asztal például, amin az a trónusos kép is készült, lettakarva egy székkel, meg egy lepedővel, amit ugye az elején is mutattam, és ami a legemblematikusabb képe. Tehát ezek a munkái is itt készültek, ugye megfordítva több esetben ezt is forgatta, hogy mit meg hogyan. Nagy részben ő saját magát fotózta önkioldóval, de többször volt, hogy együtt dolgozott akár öcsivel, aki az akkori férje volt, vagy a Halassal. Na most ez is egy fontos dolog, és ugye több ilyen, hát mondjuk sokkal komolyabb vita is van, ebben az esetben ez nem volt egy olyan komoly vita, hogy ki a kép, aki elővi a gépet, vagy aki kitalálja a képet, és hogy mondjuk az adott esetben
hogy kell, vagy igényt tart rá, aki ott volt a fotózás alatt. Ez ebben az esetben mondjuk nagyon egyszerű volt, mert egyik férfi sem érezte úgy, hogy bármilyen szellemi input lett volna a képekben, de mondjuk, ha belegondoltok a hajas-vető relációba, ott mondjuk azért sokkal izgalmasabb, hogy akkor most az kinek a munkája, és ez még csak most kezd el gurulni. Ezek a képek, ezek mind ott készültek abban a szobában. Majd csak gyorsan végiglövöm egy párat, mert aztán a katalógusba mutatnék bele. Ugye ez az a kép, amiről beszéltem, ami szintén megmaradt, aminek ez a kezdő képe, ez több képből van összerakva, és és ugye olyannak tűnik, mint a két filmszalag lett volna egymás mellett. És a Zsuzsi, aki egyébként szövegeket ír, és szenzációsan beszél, a saját munkáival kapcsolatban nagyon nehezen nyílt meg, hogy akkor itt most miről van szó. Ugye mit kérdez egy művészettörténész, hogy akkor ez most, ez mikor készült, mire gondoltál, kik ezek a férfiak itt melletted, körülötted, miért pont így néz ki, miért két sáv. Tehát, hogy megpróbálod valahogy kideríteni. És például pont ezért említettem ezt a mély interjút, hogy onnan tudtunk visszakapcsolódni aztán ahhoz, hogy beszéljen erről, például erről a munkájáról is, hogy ő ebben az időszakban már egy éve a BBS-nél dolgozott, ahol odahívták a filmlaborba a digitalizálás részen. Tehát ő folyamatosan azt csinálta heti 5 nap, hogy különböző amatőr filmeseknek a film szalagjait, analóg film szalagokat digitalizált, tehát más se csinált, mint ilyen filmszalagokat rakosgatott egymás után. És miért I Love You, az akkori kedvenc filmje, az egy ilyen viszonylag bugyuta B-kategóriás olasz film volt, de ez is úgy jött fel a beszélgetés kapcsán, ahol a főhősnek egy olyan öngyújtója volt, ami ezt a dallamot játszotta, vagy ezt a szót mondta ki, és aztán úgy kezdtünk el beszélgetni arról, és úgy kezdett el, vagy ez volt az például ennek a munkának a kapcsán az olyan, vagy az a nyitó momentum, ami alapján elkezdett megnyílni a Zsuzsi afelé, hogy mit is ábrázolnak ezek a képek, hogy ki van rajta az akkori férje, és ugye akkor lépett már be hát egy másik szerelem, egy szerető formájába, egy nagyon zilált kapcsolattal, sok indulattal, viszonylagos agresszióval is, és egy ilyen nagyon zaklatott időszak volt, és akkor amint előkerültek a képek nagyobb nagyításba, kiderült, hogy későbbi fázisokon mondjuk monoklit visel, és amikor először én is ránéztem erre a képre, hát ez egy vagány nő, bőrkabátba, miért ne lenne rajta napszemüveg, és aztán kiderült, hogy azért van napszemüveg, mert hogy, és ezt már a Zsuzsi mesélte, hogy ugye a nők általában a különböző ilyen elszenvedett erőszaknak a nyomait, mint egy monoklit, az például egy napszemüveggel takarják el. Szóval nagyon máshova vezethet például egy kép értelmezése, hogyha ilyen fajta csapokat nyitsz meg. Ez megint a tükrösorozatból egy kép. Igazából ez a képhez akartam még eljutni, vagy megmutatni. Ugye ezek torzó képek, és akkor sikerült megfejtenünk, vagy közelebb jutnunk ahhoz, hogy ezek hogy is készültek, vagy pontosan, vagy milyen fázisokon, vagy megmutatni azt, hogy milyen fázisokon keresztül jutott el ide egy ilyen fotóig a Zsuzsi, amikor előkerültek ezek a képek, ezt a katalógusból fotóztam már vissza, mert nem találtam meg az eredetit, mert ő maga sem emlékezett rá, illetve nem tartotta feltétlen fontosnak, hogy nekem arról beszéljen, hogy hát ugye elkezdtek kísérletezni azzal, hogy különböző fekete anyagokkal bizonyos testrészeit kitakarják, és akkor milyen izgalmas torzók jönnek létre, és ugye ennek is volt egy ilyen nagy próba verziója, vagy egy ilyen próba
futama, amíg aztán végül egy ilyen eredmény lett, és mi ugye csak ezeket ismertük. Itt az ominózus trónusos kép az előbbi asztallal, és előkerült a párja, ez egy méltatlanul negligált kép volt, ez a tojásos kép, ami ugyanannak a képnek, ugyanannak a trónusnak egy teljesen más szemszögből fotózott verziója, hogyha látjátok, akkor ugyanúgy fönt az asztalon, csak egy sokkal komolyabb ilyen béka perspektívából a szék, amit a Zsuzsi nevezett el tojásosnak, és tényleg olyan, mint hogyha ilyen nagy ős tojáson kotlana, de ez ugyanez a szett. Illetve ez az esküvős kép, talán azt hiszem ez az árása vagy a vége, nem tudom, hogy ez jó óra, hogy tényleg másfél óra telt el, nem szeretném nagyon tovább húzni. Ez is egy eredeti kép volt, illetve abból a hatos szériából egy ilyen őskép volt, amiből csak ezt az egyet ismertük, ugyanazzal a testfestéssel, mint az ismert képeken. Ugye egy felöltöztetett csontváznak a mennyasszonya. És abba a hatalmas merítésbe kerültek elő aztán olyan képek, amik alapján kirajzolódott, és csak hármat tettem bele, egy olyan hatalmas sorozat, ahol egy egész ilyen sztori rajzolódik ki tulajdonképpen, ahol különböző relációkban van ezzel a csontvázzal, ezzel a csontváz férfivel, van, ahol már gyereket is szült neki. Ott egyébként megint visszajön a tükör a Zsuzsi fején, amiben tükröződik a csontváz gyerekszei, egy ilyen több százas verziója volt ezeknek a különböző csontvázas képeknek, vagy ezzel a halállal így úgy szeretkező, hozzámenő, lefekvő képeknek. És például pont abból a hosszú interjúból derült ki, hogy ebben az időben nem volt munkája a Zsuzsinak, és akkor gyorsan kellett valami pénzkeresés, és a korányiba a tüdőgondozó és pulmonológiai intézetbe lett ilyen kisegítő nővér, ahol folyamatosan hát a különböző tüdőbajos vagy már végstádiumban lévő, de ugyanúgy az ilyen homeless, nagyon komolyan TBC-s betegekkel nap mint nap velük foglalkozott, nap mint nap köztük élt, és őket hát sokszor a halálba kísérte, tehát szó szerint ugye ez azért nagyon közel van az elfekvőhöz, illetve a saját nagypapája akkor halt meg, és ő fotózta is a nagypapáját a koporsóban már, hát felöltöztetve ugye akkor, mint egy ilyen klasszikus nyitott koporsós temetésen, ugye hát ez egy nagyon bizarr kvázi élőhalott állapot, úgyhogy például mondjuk ilyen típusú életrajzi események nagyon fontosak olyan szempontból, hogy ezt mellé tedd annak, hogy miért kerültek például a csontvázak, vagy mondjuk a halál, még akár ilyen ironikusan, vagy viccesen, mint sok kép is mutatja, az ő érdeklődésének a központjába. Mert anélkül, tehát azt gondolom, hogy ez, tehát enélkül, hogy mondjam, viszonylag üres, hát ilyen művészettörténeti közhelyek puffogtatása zajlik maximum, ami az élet nagy kérdéseit, és a nem tudom, bizonyos korban egy nő hogy foglalkozik a halállal, meg a házassággal, meg a férfivel való kapcsolatával. Szóval azt gondolom, és pusztán azért akartam ezt mondani, hogy bár voltak olyan korszakok, amikor próbálták elszakítani azt, hogy egy adott alkotónak az élete és az életrajzi motivumai mennyiben befolyásolják, és mennyire fontos azt mellé tennünk a képeinek az értelmezéséhez. Én azt gondolom, hogy az csak hozzáad, nagyon fontos, elszakíthatatlan, és még a Zsuzsi esetében sem egy teljes mértékben feldolgozott ügy. Én azt gondolom, hogy pont az hiányzik, és tényleg akkor, amivel kezdtem, oda térnék vissza, hogy
hogy ez egy nagyon fontos lépés, hogy egy alkotónak egy életműve az így kvázi kompakt le van téve, viszont, és még azt is mondhatnám, hogy ez egy fontos sikersztori, hiszen nemzetközi kiállításokba is bekerült, és a magyar műkereskedelmi vérkeringésbe is bekerült, ami igenis fontos lépés. Viszont a következő lépés és a következő szempont az csak az lehet, hogy kontextusba kerül a saját korában. Tehát ez a 85-től 91-ig tartó időszak, ez sem egy feldolgozott időszak. Nem csak a női alkotók nincsenek feldolgozva igazán, kimerítően, illetve nagyon szelektíven vannak bizonyos periódusaik egyes életműveknek feldolgozva. Ezt sokszor egyébként az alkotók is szorgalmazzák, hogy például bizonyos munkákat kiírnak a saját életművükből. Ez egy nagyon komoly vörös riasztás egyébként. Illetve mondjuk ez az egész, hát nem is tudom, most ez megint ilyen terhelt szó, hogy underground közeg, de hogy annak is tulajdonképpen csak egyetlen szegmense is mondjuk a nagyon lazán a Hajashoz kapcsolódó, vagy az Erdély Miklóshoz kapcsolódó közeg van valamennyire érzékeltetve, de az sem eléggé. Úgyhogy én igazából kapacitálnék minden művészettörténészt és fotóst is, mert pont ez a projekt is bizonyítja azt, hogy nagyon sokat ad hozzá az ilyenfajta cross-tudás, hogy egy fotósnak sokkal tehát más szempontjai vannak, más hozott anyaga van, egy történésznek más skilljei vannak, más eszközei vannak, és pont amerre tart szerintem az izgalmas része a mi szakmánknak, vagy a nemzetközi közegnek, az pont ezeket a fajta ütköztetéseket használja ki, mert ez az igazán termékeny szempontrendszer, nem amikor egyetlen egy csövön át vizsgálunk meg valamit. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Ha van bármi kérdés, szívesen válaszolok. A könyvek meg valahol ott forognak. A londoni katalógus is, meg a magyar is. Mennyit tennék hozzá, illetve kérdeznék is egyben, hogy mind a Halas István, az Új Zsuzsi, a Várnagy Tibor, mind epekes tagok voltak, és egy ilyen laza szerkezetben működő alkotó közösségnek voltak a tagjai abban az időben, hogy esetleg ezt említette, amikor beszélgettetek, vagy nem tekintette magát ennek a közösségnek a tagjának. Ez csak kíváncsiság most így. Aha. Én nem is tudom egyébként, hogy ő... Azért érdekes ez, mert most előszedtem az epekes antológiát, ami három éve adtak ki, és ott szerepel benne. Uh-huh. Egyrészt, másrészt meg volt tavaly a Kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeumban egy kiállítás, ami epekes tagoknak a munkáiból válogatott, és tematikus alegységeket vett nagyító alá. És ott is egy ilyen alapmunk, azt hiszem, hogy a múzeumnak van is az archívumában, vagy a gyűjteményében Új Zsuzsi mű. Ha jól tudom, ez nem egy bekért munka volt, a szülősképről van szó egyébként. Ne, tudom, igen. De az, aha, jó, oké. Ezt nem tudtam, ez is egy kérdés, akkor ezek szerint. Tehát, hogy működik, meg hogy nem működik a kanonizáció, ez egy érdekes dolog. De hogy én az FFS-en keresztül hallottam, vagy tudok róla elsősorban. De így most már nem nagyon is. Hát egyébként nagyon, nagyon fura például, hogy még ezeknek, amik még csoportos kiállítások voltak, hogy végignéztem 85-től 91-ig azt a létező magyar szakirodalmat, ami ugye az újságokat, a szakújságokat jelenti, és hogy még kiállítás említés szintjén se, tehát ahogy a tételezett kiállítások voltak. Nagyon fura, hogy például a Liget Galéria is úgy kiesett legtöbbször abból, hogy mondjuk komoly szakmai platformnak vegyék mondjuk egy fotoművészet. Ez érdekes egyébként.
Hát így. Meg az is eszembe jutott, hogy egy pár éve az Árnyi Fotófesztiválnak Lán Goldin volt a fő kurátora, vagy meghívott kurátora, és az ő meghívottjaiból volt berendezve egy gyárépület. Uh-huh. És hogyha ismerte volna az Úzsuzsit, szerintem, hogy az ő munkáit, akkor simán meghívja. Tehát, hogy úgy érdemes erre tekinteni, hogy simán bekanalizálható tényleg egy ilyen nemzetközi kontextusban, mint ahogy most meg is történt. Hát azért is fontos egy katalógus. Tehát ez egyébként a katalógus belseje, most nem, tehát nem akarnának fárasztani titeket, ha úgyis körbejárt, de bekerült egy elég hosszú interjú, bár ez az ötödére van vágva, nagyon sok életrajzi momentummal, mert más megvilágításba hoz, látszólag lényegtelenek tűnő dolgok is, például azt is elmondja, és ez tényleg akkor nagyon messziről kell indulni, hogy őt óvodás korában antiszociálisnak minősítették, mert nem akarta meginni a tejet. És egyszerűen tehát nem járhatott óvodába, mert hogy... Igen, tehát hogy ezek mind olyan dolgok, amik igenis beépülnek például egy ember gondolkodásába. Tessék? Hogy az igen. Hát a otó... Igen. Hát a nagymamájával töltött 3 évet, ami például oda vezetett, hogy aztán nem ismerte meg az édesanyját, hanem csókolommal köszönt neki. Ez is ilyen vicces egybeesés, ami szintén egy másfajta törést okozott az édesanyja meg közte. Szóval, hogy mondjam, ezek azért nagyon sokat. Nem, feltétlen. De ide akartam pörgetni, hogy ez egy olyan övkatalógus, ami kronológikusan veszi sorra azokat, amik végül is az életműnek tekintetőek, és ez úgy működik tényleg, mint egy katalógus, és sokszor, hát illetve letagadhatatlanul hatalmas segély lett a műkereskedelemnek, hiszen gyakorlatilag ilyen Otto katalógus szerint működik, ezzel már sokszor találkoztam, de ami még fontosabb, hogy pont a kiállítás tervezés-szervezés szempontjából nagyon fontos, hogy mondjuk láthatóvá váljon az, hogy milyen munkák vannak, és hogy a cím alatt a minden típusú fizikai mi voltát tételeztük, mert ugye sokszor csak negatívba létezik, sokszor meg sokfajta nagyításba. Tehát, hogy milyen tárgyról beszélünk explicit, ami pont ezt segíti meg, hogy ilyen típusú kiállítási vérkeringésekbe belekerüljenek, és egyébként azóta ez már több alkalommal pont ilyen nemzetközi viszonylatban megtörtént. Mondjuk ez az egyik előnye annak például, hogy mondjuk én kiállítási gyakorlatból jövök, tehát nekem mondjuk az én networköm az elsősorban az intézményi network, ahová például egy ilyen katalógus szét tud szórni, és akkor tudnak róla. Tehát ha egy intézményben ott van egy ilyen katalógus, akkor tudnak róla, hogy van, és adott esetben azért, mert látható, azért helyzetbe kerül, tehát helyzetbe hozható. Nem tudom bölgetni. Tehát, hogy így néz ki gyakorlatilag, és akkor itt látjátok ezeket az esküvői is ügyeket. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, nagyon sok egyébként már komoly, vagy szóval befutott, vagy szóval sokat forgatott alkotó esetében is, mert nagyon sok mindenről nem tudni, hogy létezett, hogy van. Például, mint ugye ennek a munkának, ugye szétszedve ezek azok a képek, amik még előkerültek például abból a kétsávos ilyen filmszalagszerű munkából, aminek az egyik ilyen nagy inspirálója az a hajasnak a lúritotája volt, ami szintén ugye sokáig nem tartozott, vagy kilógott, vagy nem is biztos, hogy igaz volt típusú munkának számított a hajas életműben.
akkor köszönöm. Köszönjük szépen, és